Egy évtized után született ismét huszármaja a miskolci állatkertben, 6 hónap enyhességet követően áprilisban érkezett meg a kis jövény, aki egyelőre anyjára kapaszkodva tölti mindennapjait. A miskolci állatkertben egyébként negyed évszázada mutatnak be huszármajmokat. A szokásosnál nagyobb volt ma a forgalom a kifutónál. A zászlós farkú Gereza is érdeklődve figyelte, vajon mi történhet a szomszédoknál. Egy ketreccel arrébb valóban nagyot fordult a világ, apróság született a huszármajom családba. A kis majom egyre többet mozgolódik, ám egyelőre anyukája ölében a legbiztonságosabb. A gondozókkal szemben is óvatosabb most az anyuka, féltve őrzött kincse pedig még annál is nagyobb kincs, mint gondolná. Miskolcon ugyanis 10 éve nem született huszármajom. Max, a kackiás bajszú családfő, nem a lovagiasságáról híres. A természetben az ő feladata a csapat védelme. Ő vigyázza anyát és kicsinyét, na is az idős hölgyet, aki a maga 24 évével már igazi matuzsálemnek számít. A kifutóban április óta 4-en vannak. A főápolónkat vagy engem meglát a majom, akkor az neki az első, hogy a kölyöket egyben magára veszi és megy a kifutó legtávolabbi pontjára. A majmok okos állatok is, nem felejtenek. 7 éve élnek itt, de az állatkert gyűjteményi vezetőjével szemben, aki szállításukat is koordinálta, még mindig óvatosak. Miskolcon egyébként 25 éve mutatnak be huszármajmokat. Az első években még rendszeres volt az is, hogy kölyök született a csapatban, hiszen összesen 7 kölyök nevelkedett föl korábban itt nálunk. Ezt követően viszont a szülőegyedekük kiöregedtek, elpusztultak, maradtak az utódok, úgyhogy gyakorlatilag egy új csapat építésébe kellett kezdenünk. A kis emberszabású új reményt jelenthet a csapatban. Vele együtt egyébként egész Európában 10 kölyök született az elmúlt időszakban. Az afrikai majomfajnak a kontinensen körülbelül 130 egyede él állatkertekben.